Zoét a Miss Q öltözteti. Pécz Pál érkezett el hozzánk a Regi Camptől, mert hogy szerveztek egy ilyen regi tábort egészen pontosan. Ez mikorra várható? Hát egészen pontosan a Ladányban a 27 szervezi, és én egy nagyon kedves kapcsolatba kerültem velük, és mint újságíró és mint zenész leszek én ott, tehát ezt így az elején így fogalmaznám meg, és sajnos nem értek rá a srácok, és hát nem szóvivőként, de elmondom, amit szeretnétek tudni. 23-án, tehát a héten kezdődik szerdán, és 27-éig tart ez számunkra az öt napja maika. Tehát ez már így minden évben, elég régóta pontos dátumot nem tudok, hogy mikor kezdték el, de már nem az első helyszín, nem az első év, most már második éve 60-ban van, egy remek helyen, a városi strandon. Hát ennél jobb helyszín nem kell azért nem, tehát, egy regi táborhoz, mint egy strand. Amikor Monori erdőn volt, nagyon hiányolta ez a közösség azt, hogy nagyon jó, senkit nem zavarott, közeg miatt imádnivaló, de hát, hogy nincs víz, az a halálunk volt, és ilyen kis felfújható medencékkel próbálták a szervezők így elűzni a port, meg az 50 fokat a lehetőségeknek, még ugye ez egy kicsit alávert, de így a strandon ez zseniális volt tavaly, tehát csodálatos helyen sikerült így a Ladány Benének megtalálni ezt a helyszínt, ami a campnek otthont ad immár második éve. Tehát ez egy ötnapos rendezvény, itt sátorozni lehet, vagy lakókocsit bérelni, vagy apartmanok vannak a környéken, vagy mindenki úgy intéz szállást magának, ahogy tud. Többnyire ilyen 90% vagy 95%-ban saját sátorral jönnek a srácok, és ez is megadja az atmoszféráját a helynek, hiszen tényleg ez egy ilyen, közhelyesen hangzik, de egy baromi nagy család. És tényleg olyan, hogy így felkelünk reggel, lehet, hogy még tegnap reggel nem tudtuk, hogy ki van mellettünk másnap, már testvérünként köszönünk egymásnak, és egyébként nyilván lehet a környéken, ilyen panziókban is szállást foglalni, de főleg tehát ez az igazi atmoszféra. Nyilván jobb a hangulat, hogyha ott van mindenki egymás mellett sátorban, mondjuk közös programokban. Bizonyos korosztály után már azért a derék nem ugyanúgy működik, tehát így a sátor nem mindenkinek a legjobb. A hálózsák kérdése az egész. Hálózsák kérdése, meg vannak ezek a nagyon jó matracok, amiket csak győzzél felfújni, de sátrazunk és erővel bírjuk, és nem is kell más igazából. Célcsoportotok, azt hogyan határoztátok meg? Életkor szerint? Vagy csak a zenei stílus kedvelők inkább alapján? Inkább zenei stíluson belül, tehát itt a reggae is egy elég tág fogalom, tehát benne van a ska, dancehall, dub, tehát egy nagyon-nagyon széles. Igen, és tényleg benne van az, hogy a középkorú családapa lelátogat a kisgyermekekkel, benne van az, hogy tényleg a kiskamaszok is ott vannak. Mindenki, aki valamit elcsíp ebből az egész műfajból, az megtalálja ott gyakorlatilag a saját kedvencét, és a szervezők is mindig erre törekednek, tehát így zeneileg is próbálják úgy felépíteni a dolgot, hogy mindenki kapjon. Tehát például most, aki főműsorszám lesz, akit mi mondjuk a Van Love Regi Rádióval nagyon várunk, hiszen egy élő legenda, az Johnny Osborne például, ő egy 70-es évek környékén indult, tehát inkább azt mondom, hogy korábbi időszakban aktív, hatalmas nagy előadó forma. Őt sem feltétlenül mondjuk a legfiatalabbak várják szerintem, de nekik is érdekes lehet. Akkor életkor szerint abszolút vegyes a tábor. Milyen programokkal várjátok az odalátogatókat? Itt elég sok minden van. Vannak teaház, ugye a mi részünkre. Mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy teaházat. Nagyon jó kis chill zóna egyébként. Remek, olyan teák vannak ott, hogy nem hiszed el. A mi részünkről mi például cigitekerő versennyel készülünk, már nem első évben. Zseniálisan jól szoktunk szórakozni, és nem tudom elképzelni, hogy még mit tudnak előrántani a fiatalok, de ezek úgy tekerik a cigit, mintha muszáj lenne. Tehát így, és kész, feldobja, leesik, és kész. Dancehall táncok lesznek, nagyon csinos lányok tanítanak közvetlen a medence parton,
fiatalokat, idősebbeket. Bikiniben. Többnyire. Na most már aztán megdobtuk a látogatottságát. Így van, tehát nagyon jó kis beszélgetések szoktak így kijönni. És fontos, hogy több színpad is van, tehát van egy nagy színpad, ahol ugye zenekarok vannak, van egy kis színpad, ahol szintén zenekarok és DJ-k, soundsystemek játszanak, és most megörvendeztettek a szervezők minket egy új helyjel, a Dub Yard-dal, ami kimondottan a dub zene szerelmeseinek, tehát az igazi ellazulós, nagyon basszusokkal teli pakolt hely lesz. Ezen kívül pedig ilyen nagyon jópofa kis közösségek alakulnak ki. Nem is tudom, hogy hívják azokat, akik így két fára kifeszített kötélen mászkálnak egyensúlyozva, de ők is ott szoktak lenni. Az a gibbon kötél talán, az úgy egyensúlyozni, igen. Szóval, az jó pofa. Tavaly én már attól összetörtem magam, hogy csak ránéztem. De... összetörés ne is mond, tegnap voltam nyájjogozni. Szerintem gyerellete is. Most már nem merek semmit védőfelszerelés nélkül. Másik oldalon még sok a szabad hely. Ez így van, még sérülhetek. A gyerekeknek van valamilyen program? Vagy csak a zenei programok? Tehát gondolok, hogy játszóházra, vagy bármi olyan foglalkozásra, kézművességre, ami ott esetleg elfoglalhatja őket. Úgy vettem észre egyébként, hogy a gyerekek nem nagyon keresik azt a kimondott a gyerekeknek való programot, tehát tök jól el vannak ők. És nagyon sok gyerek született bele ebbe tehát mondjuk akik ebbe a generációba élegelnek, amiben te vagy én, ugye hát most már szülnek, meg családot alapítanak, és aztán hozzák a gyermekeket is, és hát úgy gondolom, hogy ők tök jól el vannak, mert egy hatalmas területen van, tehát el lehet ott focizgatni is, mert mindent. Én kimondottan erre a legifjabb generációra nincsenek kihegyezve a programok, de nem láttam még olyan gyereket, aki unatkozott volna. Igen, mondjuk a gyerekek alapból megoldják ezt maguk között, és ahogy mondtad, ilyen családias lesz a hangulat, hogy egyik sátorból a másikba, jaj, szólok a Petinek, meg a Gergőnek, átszaladunk labdázni, ez nyilván működőképes lehet. Abszolút. Van arra példa, hogy évekkel később is mondjuk látjátok azt, hogy összebarátkozott ez az ember azzal, ez a család a másikkal, és összejárnak mondjuk baráti szinten, vagy ez annyira nem jellemző, vagy nem kapsz róla visszajelzést? Szerintem ez az egyik fő mozgatórugója a Regi Campnek is. Volt két év, amikor kimaradt. Tavaly előtt és az azt megelőző évben szörnyű volt. Szörnyű volt egyrésztről, mert nagyon sok olyan baráttal nem találkozunk évközben, akikkel ilyen rendezvényeken sikerült megkötni a barátságot. És ez is közhelyesen hangzik, de tényleg épülnek itt ezek a barátságok. És nem csak azért, mert hogy érdeklődési körben egyről beszélünk, hanem itt szellemiségben is. Elég lesarkított, hogyha az embereknek azt mondjuk, hogy Regi. Tudjuk nagyon jól, hogy mi jut az eszébe az embereknek. Én sem úgy nézek ki egyébként, mint egy Regi arc, csak úgy közben. Tehát nem feltétel arasztam, hogy... Így van, tehát ezek a külsőségek meg sztereotípiák itt teljesen félre vannak dobva. És nem csak az határozza meg, hogy kivel mennyire csaptuk szét magunkat tegnap este. Vannak ilyenek is, de ez abszolút tényleg egy olyan békés közeg és egy akkora nagy család, hogy és köszönöm, fáj hazajönni. Tehát tavaly is sikerült onnan menni melóba. Tehát úgy, hogy reggel bontottam a sátrat, és bementem, és még néztem a karszalagot, hogy Istenem, tegnap reggel még szürcsölt itt a teát, és egy kávét, és... Voltam, mint Garfield. A francba hétfő van, és tényleg ez úgy van, hogy tehát vasárnapig tart, de vasárnap este is még nem is akármilyen line-up van még vasárnap este, egy elég komoly. Múltkor, amikor a Bodnár TV-ek a Ladányvenével bejelentették ezt az egészet, akkor tudtuk meg, hogy az utolsó estére most igen kemény felhozatalt terveznek, tehát a Budapest Ridingben le fog kísérni több külföldi zenekart is, tehát tényleg egy ilyen ívbe megy az egész fesztivál, tehát folyamatosan fent, és nem nagyon akar majd lejjebb potyanni, mert csak abban bízunk, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, mert tényleg rengeteg minden csúli jó dolog vár ránk. Emlékezz azért néhány nevet így zenekar szinten, hogy kik azok, akik várhatók? Magyar, meg külföldi Magyar zenei rétegnek, a Reginek gyakorlatilag majdnem minden képviselője ott lesz, hát természetesen a szervező Ladány Bene. Saját zenekaromat, hogy mondjam, a pozitív ott lesz, a Mighty Fishers, a Budapest Rhythm, Copicon, Tigris, akik nagyon nagy kedvencek, újra összeálltak tavaly, és nagyon ritkán koncerteznek.
gyakorlatilag a legkomolyabb DJ-k és sound systemek, de tényleg a hazai szcénában, aki mozog, mondunk nevet, biztos, hogy ott lesz. Tehát, és hát ugye a jamaikaiak, Johnny Osborne-on kívül, akit említettem, Rod Taylor, Lone Ranger, remek és veterán arcok ezek, tehát tőlük úgy érzem, hogy van mit tanulni. Szlovákiából jön a Media Banana, Szlovákiában egy fantasztikusan nagy sztároknak számítanak, itthon nem nagyon ismeri még őket a közönség, illetve Superior, aki egy nagyon fantasztikus srác és remek hangja van, és most ő is egy kicsit Európa szerte terjeszkedik, és ő is jön Szlovákiából, szóval Angliából érkeznek, Szerbiából, szóval elég széles lesz a felhozatal. Nehezen van az, hogy nem találja meg bármelyik regi kedvelő azt a zenekart, ami neki tetszene az adott napon. Olyan sok mindent felsoroltál, hogy akkora kedvet csinálunk ehhez, az jutott eszembe, hogy hányan mehetnek, tehát mi a létszám? Szerintem nincsen itt korlát, ez nem egy nagy fesztivál, tehát azért a Ladánybere mindig törekedett arra, hogy megmaradjon a családias jellege a dolognak. Több százan vannak egy nap, tényleg nem akarok számokkal dobálózni, aztán így a végén ezek az ezres nézettségek is természetesen összejönnek. Nem akarok butaságot mondani, ez nem azért reszortom. Remélem utána találkozunk, és akkor még tudunk majd erről beszélni, hogy milyen volt. De egy valamit még mindenképpen árulj el. Van olyan weboldal, ahol mondjuk jelentkezni lehet? Vagy megtudni az információkat, hogy hol lehet? Regicamp.com, amit mindenképpen ajánlok, illetve hát a saját oldalunkat, a vanlavregi.hu-t tudom ajánlani, ott folyamatosan mi is majd fogjuk felpakolni az interjúkat, igyekszünk mindenkit elkapni. És ami nagyon fontos, szeretnék forgatni az interjúkon kívül egy olyan filmet, egy olyan riportfilmet, ami a magyar regi történetét foglalja össze belső szemmel ezzel a generációval. Ezt is ott szeretnénk összehozni, szóval ezeket az oldalakat mindenféleképpen nagy szeretettel ajánlom a nézők figyelmébe. És ha ez kész van, akkor várunk majd vissza téged. Úgy legyen, kellemes. Nagyon szépen köszönöm, és akkor jó táborozást. Köszönöm.